Az utolsó képek is a helyükre kerültek a nyíregyházi Kálai gyűjtemény udvarán. Az Alkos Szabadon Alapítvány idei pályázatában arra kérte a 8 és 20 év közötti fiatalokat, ecsettel vagy ceruzával vessék papírra kedvenc sportolójukat, sportágukat vagy sportélményüket. A harmadik pályázat tematikáját a nyári olimpiai játékok és a futball Európa-bajnokság iklette. Ezzel pedig több mint 500 gyereket tudtak megmozgatni a szervezők. A Magyar Kulturális Intézeti Hálózat révén meghirdettük azokban az országokban is, ahol kulturális intézettel rendelkezik Magyarország. Ez 24 országot jelent még Magyarországon kívül, és még Oroszországból is érkeztek hozzánk képek, de az tény, hogy túlnyomó többségben Magyarországról érkeztek a pályaművek. Közülük 23 díjazott lett, például Orosz Kamilla kézilabda meccset ábrázoló jelenete, vagy Rátvai Sára Forma 1-es ütközést megjelenítő képregényszerű alkotása. Mindkét lány bújról adta be pályázatát. Az eredeti alkotásokat gondosan őrzik a pályázat kiírói, a nyomatokból viszont számos városban készítettek kiállítást. Júliusban már láthatták a pályaműveket Tarcalon, Győrben és Siófokon, jelenleg pedig Debrecenben, Veszprémben és Nyíregyházán várják a sport és a művészet szerelmeseit. Nagyon szerettük volna azt, hogy a Videófesztivál keretén belül mi is jelen legyünk egy időszaki kiállítással. Ennek apropóján a Kulturális és Innovációs Minisztérium megkeresésére, illetve az Alkos Szabadon Alapítványnak a megkeresésére bevállaltuk ezt az egyhetes kiállítást, amely többen sport témájában mutatja be azokat az alkotásokat, amelyeket fiatalok, iskolások készítettek. A jelentkezés során a képek mellé azt is le kellett írni a fiataloknak, mi inspirálta őket az alkotásra. A belső indítatás mellett azonban az első helyért járó díj is komolyan megmozgatta a készítőket. Mind a három korosztály első helyezettje Rómába utazhat. Szeptemberben egy hétre Rómába utazunk, és az ottani Magyar Kulturális Intézet nagy lelkű felajánlása révén ott is alhatnak a gyerekek az intézetben, abban, azokban a szobákban, annak az épületnek a falai között, ahol Molnár C. Pál vagy éppen Abba Novák alkotott, akkor, amikor a római időszakát élte kint. És ott még lesz egy kiállításuk is, tehát az eredeti művekből körülbelül két héten keresztül a római közönség is láthatja majd ezeket az alkotásokat. A tervek szerint ezután az Egyesült Államokba és Barcelonába viszik a tárlatot. A Te sportélményed című időszaki kiállítás azonban most még Nyíregyházán van, és a Vidor Fesztivál ideje alatt szeptember 1-jéig ingyenesen megtekinthető a Kálai gyűjtemény udvarán.